Szeptember végéhez érünk, mire az idei 18. körmendi böngészőt látják majd nézőink, visszavonhatatlanul mögöttünk hagytuk a nyarat és a meleg napokat. De önök az otthonukba húzódva is számíthatnak ránk, hiszen minden hétfőn új műsorra jelentkezünk, így teszünk szeptember 28-án is 18.30-tól. Már megszokhatták, hogy az adás elején hírösszefoglalónkkal jelentkezünk, amelyben ezúttal elmondjuk, hogy tovább nyílt az időkapu, vagyis a korábban bejelentetnél hosszabb ideig van nyitva minden nap a Pinka-Mindszenty határátkelő. Megmutatjuk, milyen lett a Kölcsey iskola régi sportpályája, amely műanyagborítást kapva újult meg. Elvisztük nézőinket arra az előadásra, amelyet dr. Nagy Beáta Magda, klinikai szakpszichológus, szociológus tartott a könyvtárban. Végül áttekintjük a Körmendi FC eddigi bajnoki szereplését a megyei első osztályú foci bajnokságban. Részletes tudósításainkban visszaidézzük a nyárbúcsúztató családi piknik mindkét napját, külön-külön, majd beszámolunk arról, hogyan szerepeltek a kosarasok a Magyarorsi Szilárd emlékmérkőzésen, illetve hogy miként hódították el az 51. alkalommal kiírt Göcsey kupát. Ezekkel számítunk majd a figyelmükre, tehát szeptember 28-án. Tartsanak majd velünk!